Beszélgetsz a barátaiddal, családtagjaiddal a pénzről? Hát a férjemmel beszélgetek a pénzről, mással nem igazán. Csak mikor kölcsön kérek, akkor... Szerinted mi miatt lehet jobb férfinak lenni? Több lehetőségem van. Hogyan világosítanál fel egy kisgyereket arról, hogy hogyan lesznek a kisbabák? Jaj, pont ennél a témánál tartunk otthon, de mivel rövid a válaszadási lehetőség, pont. Mondtuk, hogy onnan jön le, mert a szülei nagyon szerették egymást. A műsor támogatója a Thumerer Pincészet és Szőlőbirtok. Én akkor kérdezhetek valamit? Abból még nem? Abból az nem. Csak akkor, amikor az ösztűzkártya. Most töltesz egy fröccsöt, és akkor igen, elkezdünk. Ja, amikor az, hogy ösztűz... Hát akkor, de attól húzhatunk, nem? Igen, attól, hogy itt az első kártya. Fehér, de sok vízem. Jó. Most akkor én ezt olvassam föl. És válaszolnod is kell. Nekem? Neked. Mit választanál? Egy év némaság, vagy egy év cölibátus? Egyértelmű, egy év némaság. Nem ebbe egyetért. Ez a némaság, de a némaság, tehát írni lehet, nem? Igen, tényleg. Igen. Az, igen. Az, az igen. Lehet. Hát akkor menjünk erre, hogy emőt tudjon tölteni. Aha, ez így jó. Az úgy jó? Így jó? Persze, persze, jó. Köszönöm már. Úgyse is szól már csak. Haza szoktad vinni a szállodai pipereholmi. Szóval, hogy ellopod el. Igen, igen, igen. Igen, 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 igen. Attól függ, hogy hol vagyok és mi az. Nem, egyébként nem szoktam. A gyerekek szokták most már elhozni. Igen. Igen. Hát akkor én is húzok egyet, jó? Kóstold meg, hogyha valami kell még benne, akkor. Igen. Mi az a szituáció, ahol nehezen választod szét a munkát a magánélettől? Mi az a szituáció? Az nagyon érdekes. Hát a munka és a magánélet az nálam külön van. Én nem viszem haza az ágyba, és királyként azt mondom, hogy gyere ide! Ezt nem csinálom. Az egy külön dolog. Még soha nem. Egyszer. Na. Itt az aluljáróban, tudjátok, van ez a boltív, és parkoltam, és jött a parkolóőr, és rárakott valami cédulát a kocsimra. És akkor a boltív alatt én megszólaltam, hogy álljon meg, én még pénzt dobok, de olyan hangon, mint a Lír király. És hirtelen megállt az egész környék, és abba hagyta. Na ez amikor hirtelen királlyá változtam, már mondta, hogy különben megbüntet. Nekem is van egy ilyen, amikor már nem is tudom, valami orosz darabot próbáltunk, de én nem tudok oroszul, nem is tanultam, meg ott se kellett beszélni oroszul, és éjszaka mentem haza a kisföld alattival, és nagyon sokáig kellett várakozni, és láttam, hogy eléggé félős vagyok, és két srác nagyon figyelt, és ettől elkezdtem nagyon félni, hogy vajon mit akarnak itt este éjfélkor, és rajtam volt a kucsmám, meg egy ilyen bundábszerűbb kabát, és akkor azt gondoltam, valamit csinálnom kell, hogy megijedjenek. És akkor erre rájuk nem ledobtam, hanem rájuk üvöltöttem, hogy Dresnyuszkész! Dresnyuszkész! Úgy megrémült. Felszálltak a kisoldókra és elmentek. Lehet, csak azt akarták megkérdezni, mikor jön a következő. Jó, de én nagyon megkönnyebbültem. Ez halandzsa volt? Ez halandzsa. Ez egy jól ment. Nagyon jó. Nagyon jó. Én már voltam. Következő. Hogyan választottad ki a ruhád a mai felvételre? Hogyan? Hát így. Hát ezt a zöldet fel akartam venni, és akkor már ugye a zöldek így a kezembe kerültek így egymás mellett. Ez zöld. Igen, ez méreg ilyen zöld. Mély zöld. Hú, de nagyon szép, nem? Értettem. Tiszta méreg. Nagyon szép, de én azt mondtam volna, hogy feketéről van. De igen, nem de... fekete, ez zöld. Értettem. Zöld. De nagyon jól áll. Megérte megvenni. Spenót főzelik tejszín előtt. Az jó. Szoktál tudatosan spórolni? Nem.
Kölcsön kérni szoktam. Tudatosan. Tudatosan kölcsön kérni. Igen. Én nagyon spórolós vagyok sajnos. Szerinted Magyarországnak milyen vezetőre van szüksége? Hát van nekünk. Hát persze, nem tudom. Ne, én nem tudom. Ezt passzolom ezt a kérdést, nem tudom, ez annyira bonyolult. Szerinted milyen vezetőre van szüksége? Jó. Ja, jó. Aki kormányoz például. Igen. És az már jó. Igen, csak mindig úgy vagyok, hogy olyan nehéz vezetőnek lenni, nem? Szóval az ember azt gondolja, hogy jó, de hogyha belekerül egy helyzetbe, akkor annyi helyzettel kerül szembe, hogy nehéz. De jónak kell lenni benne, ez tényleg. Akkor menjen el zöldségesnek. Igen. Ez egy feladat. Így van, ez benne teljesen. Kormányozni kell. Az egy nagy tudomány, szerintem. Igen. Hát, bocsánat, hogy beleszóltam. Nem, örülök, hogy megválaszoltam. Ösztűz Nádasdy Ádám. Na, akkor most az Ádám, te maradj, és akkor mi föltesszük a kérdéseinket. Igen. Ösztűz Ádám. Mit gondolsz a social médiáról? Hát biztos nagyon hasznos, én nem vagyok rajta, de az elidegenedés szót azóta nem hallom, amióta van social média. Uh-huh. Mert valahogy mindenki állandóan ott van mindenütt. Uh-huh. Amikor én fiatal voltam, mindig arról beszéltünk, hogy az elidegenedés. Igen. De ez mintha megszűnt volna. Most inkább az ellenkezője van, nem? Hogy így valahogy mintha állandóan egy ilyen szörnyű madárraj támadna rá az emberek, igen. De én nem vagyok rajta. Aha, igen, és igen. Volt olyan szülői szlogen a családban, amivel felnőttként már nem értesz egyet? Mondj egyet, ha volt. Hát például, igen, hogy fiam, mindig az olcsóbb a drágább. Hogy ne vegyen az ember olcsót, mert ugye a végén porul jár vele. De ez nem tudom. Jó, ez régen így volt, mikor a tartósat kellett venni, és ugyanazt a ruhát 8 évig hordta az ember. Most már ez nem így van. Nem így van. Mi az, ami igazán felidegesít de ezeken a kérdéseken kívül? Többet teszünk fel? Hát mindet fel kell tenni. Ja, mindet. Sajnos, igen. Mi az, ami igazán felidegesít? Ami igazán felbosszant, igen. Hát, hogyha a nyelvet nem úgy használja valaki a magyar, ahogy én ez szeretném. Ez a következő kérdés. Oh. Akkor állandóan bosszankodhatsz. Oh. Yeah, igen. Oh. És ilyenkor mit csinálsz? Mert nem lehet az szóvá ajkam, tenni, nem? Az ajkamba harapok, nem illik. Nem illik. Igen. Azok az idők elmúltak, hogy igen, igen. Nem lehet, igen. Édesanyám mesélte, hogy a villamosban, mondjuk ez lehetett 1935-ben, a villamosban megkérdezte egy egyszerű vidéki valaki, hogy tessék mondani, ez a keletinek megy, ez a villamos. És egy finom idős úr elkezdett kiabálni, hogy nem megy neki, nem megy neki. És az egész villamos nem értette, hogy miről beszél, mi nem megy neki, minek. És úgy, hogy nem a keletinek megy, igen, hanem a keletihez megy. Na igen, tehát ezek az idők elmúltak, hogy lehessen szólni. De hát én sajnos még most is dühöngök. Nem baj. Nem baj, akkor most is dühöngetsz, mert egy ostoba kérdést teszek föl. De én jövök. Ja, jó van. Milyen hibákat követsz el, amikor szerelmes vagy? Húha, hát hogy túlságosan rácuppanok az illetőre, és nincs türelmem, és nem tudom, próbálom, hogy minden második alkalommal hívjam föl, mikor eszembe jut, de még az is sok. Igen, ez a szerelem. Egy buta kérdés, jó? Egy protokoll vacsorán ki mellé ülnél szívesen? Egy félvilági hölgy mellé, egy félművel, de fontos bankár mellé, egy fél analfabéta mellé. A fél analfabita csinos? Fogadás. Csinos is? Az nincsen, az a félvilági hölgy nyilván. A bankárnál maradok akkor. A bankárnál? Igen, igen, igen. Hát hiába. Mit gondolsz, egyedül vagyunk az univerzumban? Nem itt, hogy vannak-e UFO-k? Aha. Szerintem igen, ugye marslakók vagy szól. Marslakók, hát, igen, földön kívül. Távoliak biztos vannak. Amikor gyerek voltam, akkor... A magyar újságokban néha voltak arról beszámolók, hogy milyen szörnyű dolgok történnek nyugaton.
és az egyik újság az reprodukált egy fényképen, amin hát egy rajz volt látható, és ilyen lények voltak, akik egy űrhajóba ültek, és lőtték a földet, ami éppen szétrobbant, és az volt odaírva, hogy marsalkó szörnyszülöttek szemlélik a föld pusztulását. De aztán később kiderült, hogy marslakó szörnyszülöttek ezek, de én marsalkónak olvastam, mert a marsalkó néni egy nagyon kellemetlen szomszéd volt. És valahogy ez olyan természetes volt, hogy ez az ő rokonsága. Minden esetre azóta azért azt gondolom, hogy vannak, ha nem is ilyen tölcséres orruk van, de hogy vannak. Sírsz mások előtt, vagy inkább elvonulsz? Hát én mások előtt szoktam sírni, fizetnek is érte. Estéről estére. Igen, de tulajdonképpen... Egyszer bújtam el anyám halálakon, ne lássák egy szék mögé. De különben ebből élek. Szerinted a párkapcsolatban a féltékenység a szerelem jele is? Hát a féltékenység nem. Én nem gondolom, hogy ez a kettő összekapcsolódik, a szerelem és a féltékenység. A féltékenység az a bizalom hiánya, amiért még lehet, hogy a másik nem is tesz. Lehet, hogy csak a saját magunkból fakad. Érdekes azért, hogy a jog ismer ilyen kategóriát, hogy szerelemféltésből ölte meg. Tehát ez a hivatalos kifejezés, ami egyébként azt hiszem enyhítő körülmény. Megszámít. Igen, mert mint a felindulás. Hogy föllelek? Erre lehet hivatkozni mindig. Igen, de ez a hivatalos, mint amikor azt írják, hogy utána felkereste a italboltot, ahol másfél órán át szórakozott. Ugye a rendőrség mindig így írja. És ugyanígy szerelemféltés, igen. De érdekes. Valószínűleg nem a jogászoknak van igazuk. Nem tudom, egyszer volt egy nagyon féltékeny barátom, és rájöttem, hogy nagyon megnyugszik, hogyha én is féltékeny vagyok, és ezért csináltam ilyen műféltékenységi balhékat. És akkor ezzel megelőztem az ő féltékenységét, olyan nyugodt lett, és lapoztunk tovább. Én meg ugye könnyen tudtam lapozni, mert én meg... Szexuális előjáték. Nagyon jó. Ösztűzten ki, Réka. Akkor nekem mondjátok. Jaj, tenkerék, ajj, de jó. Jaj, Laci. Ajj. Kezdhetem én? Hát persze, alig várom. Tenkerék, már nincs is ilyen. Hány passzom? Hol van tenk? Ó, pedig tudom is. Hát? Ott átmentünk egyszer, mentünk, apukának volt a kiállítás. Nincs szobrod tenken? Ez a... Nem tudom, de... A mai Magyarországon van? Hát igen, egyértelmű, igen. Nem emlékszem. De okay. Tudom, hogy átmentem rajta. Következő kérdés. Füzesabon? Ja. Köszönöm. Közel. Füzesabon? Közel. Ja, ott Füzesabon közelében. Nagyszerű! Van olyan edzéstípus, amit nem szeretsz csinálni? Hát, oda tettem, hogy megmutatod-e, de az attól függ, hogy mi, mert nem akarom. Amit nem szeretek csinálni? Aha. A burpee. Az mi? Most mutassam meg. Igen. Jó. És ebből... Köszönjük, elég. Ja, jó, értem. Nem szeretek megcsinálni 30-at. De ennek kell. A neve micsoda? Burpee. De jó, holnap kipróbálom. Na most hogy nézek? Jó! De ez is milyen jól áll neked. Te jössz, Ádám. Én? Volt, hogy a kedvedért otthon neked külön mást főztek? Gyerekkoromban vagy most? Gyerekkoromban? Igen, mindig, mert... Vagyis, hogy nagyon sokszor kellett, mert én nagyon... Hát nagyon keveset ettem, és... Válogatós voltam. Nagyon, igen. Úgyhogy anyukám odafigyelt, hogy
Réken akkor úgy csináljuk a, mit tudom én, a leves, a legényfogó leves nálunk, a karácsonyi menő, és ezt úgy, hogy valakinek máj, nekem máj nélkül, szóval igen. Pedig most már imádom benne ilyen a májat. Ilyen nyafka kislány, ugye, akinek semmi sem jó. Igen. Borsószem király kisasszony. Mi a kihívás számodra egy casting helyzetben? Mi a kihívás? Hogy rájöjjek arra, hogy a rendező mit szeretne, nem az, hogy mit szeretne, hanem hogy milyen kép van a fejébe. Mert ez egy dolog, hogy az ember megtanulja a szöveget, meg ott helyzetbe jön, de az, hogy ő mit képzelte el, milyen kit akarott látni, hogy arra rájövök-e vagy sem, az. Képes vagy egészen mást is elé tárni, csak azért, hogy megkapd a munkát? Attól függ. Attól függ, mi az. Hogyha olyan az anyag, és olyan a rendező, aki végtelenül inspirál, például most buktam el egy ilyen filmet, ami annyira olyan téma volt, ami most annyira passzolna az egész élethez, meg mindenhez, és annyira értettem minden egyes gondolatot és sort belőle, hogy nem kaptad meg. Hogy nem kaptam meg, igen. Igen. Lehet, hogy csak Butuska csodálkozással igen, és hogy nem érdekel a helyzet, és igen. Akkor csak úgy... Igen. Próbáltam úgy tenni, hogy ez engem nem érdekel, csak nem működik. Kilógott alóla. Igen. Szoktál fölvenni autostopposokat? Nem merek. Egyszer ültem be magányos valakinek. Nőt sem? Még nem fordult elő. Lehet, hogy akkor talán, de nem merek valahogy, félek. Félek, egyszer volt az, hogy már terhes voltam, és még a Nemzetibe voltam, és még kint laktunk albérletben Pilis Csabán, jó messze, és csak egyetlen egy busz volt, ami óránként járt a 800 valahanyas, már nem emlékszem, és lekéstem azt, amiben beértem volna időre a színházban. És a következővel már csak fél hét, három negyed hétre értem volna be, és megállt egy autó, mert látod, hogy elment előttem a busz, én meg rohantam hassal, és nem értem el, és mondta, hogy felvesz, és akkor elvisz, megelőzzük a buszt, és akkor fel tudok szállni. Mondtam, hogy jó. Akkora dugó volt, hogy én végig úgy izzadtam emellett az ember mellett, hogy így csendben voltunk végig, és mégis nagyon megijedtem, hogy normális vagyok én, hogy itt ülök teljesen egy idegen autóba. Nem tudta megelőzni a buszt? Nem tudta megelőzni, hanem álltunk a dugóba, és így jött egy rossz érzés. De mi lett a vége? Azt, hogy mondtam, hogy itt álljon meg. Egy a következő busz megállón álljon meg, és akkor megvártam a következő buszt, és betelefonáltam a színházba, hogy késni fogok. Úgyhogy amiatt, ha valaki akkor nézte volna a Vitéz lelket, akkor az azért késett 10 percet, mert én késtem. Úgyhogy így. Kivel jöttél ki a legjobban az egyetem alatt? Az egyetem alatt Nagy Vikivel. A bábosztályba járt, és nekünk a családunk együtt dolgozott még a Debreceni Csokonai Színházban. Az ő édesanyja és édesapja balettáncosok voltak, nekem meg ügyelők, meg fénytechnikusok voltak a családtagjaim, és úgy voltunk mindig, úgy vigyáztak mindig ránk, hogy a nagymamám meg öltöztető volt, és akkor mindig egybe tereltek bennünket. És mi így nőttünk föl, és akkor az élet így szétvitt minket, de amikor jött az egyetem, egyszerre vettek fel bennünket, és akkor kollégiumban is együtt laktunk, és mindig az Éva, aki a Poroszlai Éva, aki a balettmesterem is volt még a gimnáziumban, édesanyám felrakták a vonatra a hűtőtáskát, küldték az ennivalót, fizettek a kalauznak 500 forintot, és abban reménykedve, hogy már nem kéri el tőlünk is azt a pénzt, de mindig elkérte. És akkor így jött mindig a kaja, és mindig nekünk volt a legtöbb ételünk a 6. emeleten, úgyhogy amikor már úgy tudtuk, hogy ez most már meg fog romlani, akkor mindig áthívtuk az osztálytársakat, és akkor csaptunk egy ilyen nagy lakomát. Jövőként. Szoktál káromkodni úgy Isten igazából? Szoktam. Mondjam, hogy mit? Nem. Ja, jó. Szoktam, köszönjük igen. Köszönjük szépen, igen. Akkor ugye ez a kör bezárult. Igen, bezárult. Jó, és most ki jön? Ja, te mondtad, hogy ösztűz. Hogy gyorsan. Ha utazol, akkor hotelben vagy apartmanban szállsz meg. Attól függ, mind a kettőt nagyon szeretem. Igen. Nagyon gyorsan fogok válaszolni. Nem. Mi az? Van olyan klasszikus mű, amit nem olvastál, és már hiányzott valamelyik helyzetben. Van. Hát körülbelül
vatikáni könyvtár teljes mértékben. Ettél már nagyon furcsa dolgot? Nekem számíthat furcsának. Hát, amikor először ettem tengeri kütyüt, akkor ez furcsának számított, most már nem számít furcsa dolognak. Beszélgetsz a barátaiddal, családtagjaiddal a pénzről? Hát a férjemmel beszélgetek a pénzről, mással nem igazán. Csak mikor kölcsön kérek, akkor... Hogyan világosítanál fel egy kisgyereket arról, hogy hogyan lesznek a kisbabák? Jaj, pont ennél a témánál tartunk otthon, de mivel rövid a válaszadási lehetőség. Pont. Jossá, szüld meg, mutasd meg! Segítségünkre jött az Elemi című mese. Láttátok már? Nem. Nagyon-nagyon. Látta valaki? Ugye, abban van az, amikor... Nem is az jött a segítség, hanem a másik, a segítsetek, az a kis, aki nem az agymanók, hanem az, amikor lejön a felhőből az a kisfiú, akit odaraknak, és így ilyen főnököt játszik. Baby őr, vagy baby úr. Baby úr, az. Na, a baby úr, a neve nem annyira szimpatikus, de segítségünkre jött, hogy mondtuk, hogy onnan jön le, mert a szülei nagyon szerették egymást. Hát mert most ez egy 4 évesnek most ezt így hogy? És mondtuk, hogy az a lényeg, hogy a szülők szeretik egymást, és akkor onnan valaki meglát, és lejön. Most a 10 évesnél most bajba vagyok, mert most várom a következő mesét, hogy mi legyen. A férjem vett egy könyvet, egy svéd könyvet, mert ott nagyon hamar... Hát ott óvadásoknak is, mert nagyon felvilágosító könyvek vannak. Fóliázott? Hát az halmozottan fóliázott lenne szerintem. És az 4 éves kortól van az a könyv, ott nagyon szemléletesen ábrázolva van minden. Uh-huh. Azt még nem vettük elő. Uh-huh. Azt csak mi nézegetjük. Mehetünk tovább. Mehetünk gyorsan tovább, mert rám csengetnek meg. Azt mondja, hogy... Szerinted hova tűnnek a büféből a villák? Rózsadombra. Nem tudom. Voltál szerelmes tanárodba? Nem. Szerinted az ellentétek vonzzák egymást? Igen. Ösztűz Zsigmond Emőke. Jaj, de jó! Más el napod, ha este vígjátékot játszol, mintha tragédiát. Ugyanolyan tragikus. Hol szeretnél lenni 10 év múlva? Hát most itt. Ez itt jó lenne. Igen. Okos válasz. Mi a pacal? Egy receptet kérek. A pacal az egy ilyen rágós gyomor. De mi? Gyomor. Darabka. Imádom a csülkös pacal. És milyen állatnak szokták általában? Disznó? Nem. Marha. Igen? Jó. És felvágva darabokra, mert ugye a bél az egy hosszú... Az nem bél. Gyomor. Gyomor. De az is ilyen rugalmas, igen. Tágul. És rengeteget lehet belőle csinálni. Nagyon. Jó, nem rengeteg, nagyon előgyomor. Csak büdös. Büdös? Az attól függ, de hogy előcsinálják, akkor is persze. De lehet, olaszoknál trippa, paradicsomosan iszonyú nagy kedvenc. Olaszországban, és nagyon jól lehet megcsinálni, ha jól üzesítik. Ma már úgy ki van tisztítva, hogy semmi probléma. Hozok neked legközelebb. Ha érdekel. Anyukám nagyon finom. Amikor én gyerek voltam, és pacal volt, akkor nem ettem. Igen. Jó, de a fagyasztott pacal az olyan, mint a frotír törülköző. Én láttam. Igen, tényleg olyan. Van még kérdés? Igen.
beletörődsz, ha emőnek szólítanak? Szeretem, ha emőnek szólítanak. A nagyapám szólít emőnek. Mikor sírt el utoljára? Tegnap. Üvegbúrát játszottam. Gondoltam, hogy valami. Ja, mindenki a színpadból hozza. Igen. Picsóka, mivel Erdélyből jössz. Igen. Gyógynövény, galamféle, gyümölcs. Hát ugye krumpli. Jó. Köszönöm. Na, vége? Hallottál olyan konteót, ami kapcsán felmerült benned, hogy akár igaz is lehet? Hát... Kitől kérdezem? Ez magadtól. Magamtól? Ez ja, azért néztem, hogy... Magad, uram. Hát... Az az igazság, hogy annyi hazugság már, tehát a hazugság, mint olyan, nem mintha máskor nem lett volna, de most már annyira elterjedt, és politikai, és nagyon magas szinten, hogy háborúkat imitálnak, nem tudom miket, hogy egyszerűen már az ember tényleg nem tudja, hogy igaz vagy nem, és akkor kitalálja, kiagyalja, következtet, minden, pláne ma. Szóval egyszerűen képtelenség szétválasztani. Én nem tudom. Benedekelek mesét szét tudom választani, meg nem tudom, de sajnos nem tudok ebbe választani. Nincs, ami meggyőzzön. Tehát ha elolvasom, akkor se hiszem el. Uh-huh. Sorold fel a kedvenc zeneidet, mikor hallgattál utoljára jó zenét, mi volt az? Hát én mindig azokat a zenéket hallgatom, amiket szeretek. Tegnap tanítatikaramot hallgattam. Az jó. És ez nagyon, most fedezem fel a kevésbé ismert számait. Kicsit depressziós, de jó. Szeretem a depressziós számokat. Szerinted létező jelenség, hogy egyes országokban szebbek a nők, mint máshol? Nem, szerintem nem. Ez... hagyomány vagy kultúra kérdése, attól függ, hogy ki nézi, honnan jön. Ez ugyanolyan, mint hogy azt mondják, hogy egyik nyelv könnyebb, mint a másik. De hát ez teljesen attól függ, hogy kinek a számára. Mert azt, mi azt szoktuk mondani, hogy az olasz az könnyű, de egy kínainak például egyáltalán nem könnyebb az olasz, mint a magyar, mert neki mindegy, hogy teátrónak vagy színháznak nevezünk valamit. És ugyanígy vagyok ezzel, mert hát van, ahol a jó húsban levő nőket szeretik, máshol a vékonyat, tehát nem, nem. Van, ahol a szellemest. Fel tudod idézni, hogy mikor kiabáltál utoljára? Esetleg káromkodással összekötve. Hát az a baj, hogy tegnap este én is a színházba kiabáltam utoljára. Az nem ér. Az nem ér, ezért gondolkodom a B opción, hogy mikor kiabáltam utoljára. Kiabálni ön? Nem tudom, mostanában nem kiabáltam. Ja, nem is te kérdezte. Az gyomorbajhoz fog vezetni, vigyázz, kell az néha. Nekem a sírással jön ki. Az megy. Hát igen, na jó. Azt mondja, szerinted az irodalom hány százaléka kuka? Hát az irodalom, az én szerintem az irodalom maga, az nem kuka. Vigyázz, Laci, mert a Fidesz vezető kultúrpolitikusa megmondta. Jaj! 80. 80 százaléka? 80 százaléka. Köszönöm. 80%. De tényleg, mert tudnélik, az irodalom az is egy mesterség. Vannak jók, vannak rosszak, meg minden, de azt, hogy kidob, ez olyan, hogy könyvet nem dobok nem dobok kukába, nem dobok izébe. Tehát az, amit megírtak, ami már megvan, az számomra az én neveltetésem szerint az megvan. Rossz, nem rossz, nem olvasom el, elajándékozom. De az, hogy kuka, vagy kidobom az ablakon, ez nálam elképzelhetetlen. Meg az idő úgy is kirostálja, nem? Persze. Ott vannak az antikváriumok, nézd meg. Mennyi könyv van ott, ami
soha nem vesznek. És valaki meg pont megtalálja, mert dolgozik, és pont ez kell, és ez ad ötletet. Én azért szeretek antikváriumban keresgélni, és nem interneten, mert olyanokat találok, és rákövetkeztet a következőre, és mondom, jé, hogy ezt én nem tudtam, de ez egy folyamat. Tehát ilyen nincs az irodalomban, hogy kuka. Nekem. Mellesleg az intézmény vezető úrnak biztos 80%-a, de ő is benne van akkor, azt hiszem. Mi tud elrontani egy nyaralást? Mindent. Mondjuk egy ilyen egészségügyi krach. Dolga a színháznak foglalkozni az aktuális közéleti politikai helyzettel? Igen, maximális. Évszázadok óta. Évezredek óta. Évezredek, bocsánat. Ösztőz, Pálfi, Károly. Tessék. Mert még nem voltál. Nem voltam. Nem. Nem tűnt fel. Ennyire érdektelen vagyok. Nem, annyira sokat beszéltél már, hogy nem tűnt fel. viccelek. Jaj, ne. Ő hova utaznál a legszívesebben? Most már érték, ugye, hogy miért. Hova utaznál a legszívesebben, ha nem számítana a pénz? Az, hogy hova, és ottan meglenni körülmények. De maga az, hogy elmenjék Kanadába, Ausztráliába, vagy Új-Zélandra, az nem megoldhatatlan. Tehát nem az a gond. Akkor mi a gond? Hát az, hogy föl vagyok készülve rá, hogy elmegy például Fokföldre, és akkor akarsz-e menni, vagy nem akarsz. És oda elmennél? Nem tudom. Én Európában nagyon jó meg vagyok. Pedig voltam Amerikában, Japánban, mindenhol. Európa még mindig olyan kulturális anyaggyűjtés, hogy nem tudok betelni. Ha azt majd megnéztem, akkor a másik életemben elmegyek Indonéziába, minden nagyon érdekel. Hiányzik a játszás? A játszás? Olyan... De attól függ, hogy mit értünk játszani, én állandóan játszom. De az, hogy közönség előtt, az valóban hiányzik. Az hiányzik, de csak akkor jó játszani, ha van mit. Kinek, az mindig van valaki, az van. De hogy van mit, az, hogy miért érdemes, kíváncsiak-e rám, meg tudom-e csinálni, ez nagyon nagy kérdés már az én koromban. Tehát hiába álmodok szerepeket, ha már fizikailag képtelen vagyok rá. Van-e otthon valamilyen állatod? Nincsen. Nagyon szeretnék, csak felelősség miatt, és hát főleg kutyát, és van egy gerlepárom, akit már 8 éve etetek, és olyan agresszívak, hogy ablakot kell mosnom, mert a teraszomra odaszállnak, és nagyon agresszívek. Tehát a Hitchcock az kutya. De gerlék, nem galambok. Léptem. És már kimegyek, és minden is ide jönnek, és hesegetek, szóval, de hát most már kitartok, hát erre kicsi időre még etetem, de nagyon helyesek, és nagyon szimpatikusak, és követelődzök. Tudsz táncolni? Táncolni? Még soha nem láttam. Nem. Jó. Hát azért vannak partnereim, akikkel fél éjszakán át táncoltam. Ez nagy szerelmes élmény volt nekik. Kérdezd majd meg. Kitől? Ott a másik öltözőben. Jó. Ki van a másik öltöző? De az nagyon régen volt, könnyelmű voltam. Mi volt a legizgalmasabb, amit mostanában olvastál? Utolsó? Ja, akkor választok. Nem, nyugodtan. Kérdez. Sose kérdez. Judit. Mi volt a legizgalmasabb, amit mostanában olvastál? Legizgalmasabb? Uh-huh. Hát most, ami tényleg, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, élmény a Darvas Ivánnak újraolvasva a Lábjegyzetek című könyve, amit most újraolvastam,
több könyvet olvastam, a Thomas Mann naplóit is, ami most már majdnem teljesen ki van, nevetséges ez is, hogy most adják ki a teljes naplót, és még mindig kihúznak belőle, de már kiadták a német teljes kiadást, amit meg lehet venni, ami a ötszöröse, de az angol kiadásból is még 5 éve kihúztak. Egyszerűen felfoghatatlan ostobaságnak tartom. És most malacságok vannak benne? Mi a malacság? Hát kérdezem, hogy... Semmi. Hát ahogy gondolkodik a világról, a szerelemről, az, és egy 70 éves ember, vagy egy 50 éves ember, egy Nobel-díjas, az miért malacság? Kérdezem csak. És hát nyilván úgy fogalmaznak, hogy az abszolút nem az. És hogyha az, akkor kinek az? De az a Thomas Mann napló, az nagyon érintett, mert kiderült, hogy a mai korhoz mennyire passzol, és akkor gyorsan befejezem, mert már sokat beszéltem, de a Darvas Iván lábjegyzetek most lesz 100 éves Darvas Iván egy év múlva, és kezembe akadt, és nem tudtam letenni, újraolvastam, nem szeretem az életrajzokat, ilyen színész, vagy nem tudom, ilyen filmszínház, muzsika stílusokat, de ez olyan embertörténet és karaktertörténet, amit mindenkinek ajánlok a figyelmébe. A politikai hozzáállásodat mennyire határozza meg a család, amiből jössz? Erősen. Polgári család, akik a fönnálló hatalomról mindig úgy beszéltek, hogy ők vagy ezek. Sose úgy, hogy mi. Tehát, hogy most kritizáljuk, nem tudom én milyen országot, nem. Kritizálják, nem tudom milyen országot. Most nagyon... Milyen igaz ez? Azok, akik. Én is így. Igen. Tehát a legismertebb vicc, amit otthon újra és újra elsütöttek, hogy Kohn és Grün találkozik a körúton, és azt mondja Kohn, hát maga hogy néz ki Grün? Hát rongyos a ruhája, lukas a cipője, legalább a fogait csináltatná meg, mire a Grün azt mondja, ezeknek? Igen. Ki az, akinek minden esetben adsz a véleményére szakmai kérdésekben? Hát a férjem. Hát... Szép. Igen. Szegény Csányi. Miért szegény? Nem csak... Hát, de mondd el, miért szegény? Hát, hogy reggeltől esik ezt hallgatja, mert biztos nyilván... Nem, mi nagyon unalmas család vagyunk, nem. Igen? Nem. Hát nem vagyunk ilyen, hogy amit elképzelnek ilyen színészházas pár, hogy szörme papucsba, köntösbe sétálok, és azon vagyok, hogy este felkészüljek arra, hogy bemegyek a színpadra. Nem. Gyomlálunk, úgy hát sétáltatunk, málnát termesztünk, gyereket nevelünk, fát hordok estére a tüzelőbe, cserépkájával fűtünk. Hát izgalmas. Mikor pucoltál utoljára ablakot? Ezt tegnap láttam, hogy besütött az alkony, és hát az erkély ablak, hát úgy, az, na, júliusban. Mikor pucoltam a... Folytasd, megérdemlem, hogy... szeressenek. Azt mondja, a szerep csepp lesz, ugye? Jézusom, szerepcsele. Ugye? Ez mit jelent? Víz. Na mit most nekem most föl kell állnom. Igen, vedd ki a szerepcsele. És az mi? Az a kicsi vagy a nagy? A kicsi. Jézus már. És most az van, hogy Emő igen? Elolvas egy kérdést, és nekünk kell válaszolni, hogy Emő mit gond, hogy válaszol. Mi leszünk Emő. Igen, mi leszünk Emő, és aztán az Emőnek meg kell válaszolni. Emő leszek? Most mindannyian. Mi a kérdése? Na! De itt az van írva, hogy Gálfi László csalt vizsgán valaha? Szerintem is. Biztos. Igen. Laci, nem csaltál? Soha? Puska se volt? Nem, ő rossz tanuló volt. Iskolában? Biztosan. Biztos, hogy volt valami, de olyan régen történt, és annyira nem érdekelt, mert folyton megbuktam. Tehát ugye? Az nem.
Színpadon csaltam. Hogy? Hogy? Hát, másnak a szövegét mondtad el, vagy hogy? Nem. Nem. De mondom, hogy előfordult, de ennek az ellenkezője jut eszembe erről milyen, hogy csalt. Nagyon rossz volt a matekból. És jött egy fiatal szemüveges matek tanár, aki úgy magyarázta a matekot, hogy megszerettem 2 hónap alatt. Mert tényleg úgy magyarázta a matekot, és olyan szenvedéllyel, és hát mondom, hát ez érdekel. És előtte a szünetben átnéztem a feladatgyűjteményt, és 3 példát néztem meg, semmi többet, és hát arról volt szó, hogy most vagy bukom abban a félben, vagy nem. Felszólított, és azt a tételt, amit pont a szünetben átnéztem, oda mentem a táblához, 1-2, 22, 42, mindenkent, még mindig ott állnak. És nem tudják elképzelni, hogy hogy. Zsigmond, de Mőke, kutyás vagy macskás inkább? Macskás. Pedig veled öltözöm. Hát se kutyát, se macskát. Az biztos. Szegény. Mármint úgy értem, hogy igen, nem az abban az értelemben. Én nem tudom elképzelni, de ha már el kell képzelni, akkor inkább kutya. Nem tudom miért. Laci? Hát a kutyát nem... Kutyát nem tudod elképzelni? Nem, hát ez akaratosabb, erősebb. A macska is, hát igen, hát a macska is egy öntudatos, de az inkább simulékonyabb, inkább cicás. Az igazság? Nem mondtál, Ádám. Igen. Én macskával kezdtem. Ja, azt mondtam, nem hallottam, bocsánat. Macska. Nem tudom, a macskánál szeretem az öntörvényűségét, hogy akkor jön oda hozzám, amikor ő gondolja, és nem akkor, amikor én szeretném. A kutyánál pedig szeretem azt a minden, hogy mondják ezt, amikor szeret, bármilyen vagyok. Szóval elfogad. Igen. Jó, hát akkor utolsó lap. Tenki Réka vállalna operett főszerepet. Ajjaj, ajjaj, boldogan, gyönyörű hangja van, istené, de vállalna, gyönyörű, szép ruhákba fölöltözhetne. Lejön egy lépcsőn, bejön egy ajtón. Két lépcsőn, liften. De komolyan, az egyetemről kijöttem, elmentem a katonába, nem tudom. És itt, amikor jött a Mohácsi, jött a Patika díszlete, és mondom, mi a furcsa? És rájöttem, hogy bejövök egy ajtón, ami és ott vagyok egy patikába. Nem az, hogy elképzelem, és bejövök a takarásból, igen, mondjuk egy szobába, hanem, hogy beléptem egy helyre, úgy, hogy megfogtam a kilincset, hogy ez... Operett díszletre, vagy igazi porcelán készlettel, amiből teáz, mi lehet... Amire csak úgy, mikor rólam énekelnek, így kilépek. Igen. Éppen, hogy csak meg vagyok, de meg van csinálva. Ez az ajtó, ez egy tényleg nagyon, nagyon komoly probléma, mert én már nem tudom hány darabba játszottam még, amikor fiatal voltam, és nem találkoztam ajtóval. Tehát nincsen. Na most egy ajtót kinyitni, aztán bátortalanul belépni, körbenézni, akkor utána visszacsukni, akkor kinyílik az ajtó, akkor visszacsukom, már kész darab, és igen, már itt mit kell utána veszni? Annyi mindent lehet, és annyira minden alkalmas, különben az ajtó el is zár. Szép díszletet, a szép, igen, zenét. Nagy hát jó, de ilyen, ebben már nem lesz részünk, szívem. Ez majd egy másik világban. Milyen operetben léptessük föl? Szibíl, a párizsi nagyáruház tagja. Mágnes Miska. Mi? Mágnes Miska? Hát az is. De a cseléd. A vicces szerepet szeretném csinálni. Szubrett. A szubrettet szeretném. Ja, hát akkor igen. Majd ha öreg leszek, akkor fogok ilyen nagy szép ruhákba, mert akkor az takar szépen, és az nem tudom, de amíg még van bennem energia, addig valami mozgásos. Akkor táncolni kell. Én meg eléneklem a szívem szeret, valóság nem csak állom. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Bejött hozzám a Szakcsi Rakatos, és azt mondta, hogy
nagyon dzsanázom, ahogy énekel. Hát ezt én egy második Kossuth-dénak éreztem. Úgyhogy ez ilyenfajta dicséretet nagyon, nagyon szeretem. Láttad-e az Avatar 2-t? Hát, hogy van egy is? Azért kérdezem, mert az egyet azt láttad? Láttam. Arra emlékszem, hogy Pogány Judittal néztétek meg. Jutkával néztük 3D-be, és ügy riadott. Én vittem el szegény.